Van olyan zenész, aki jótékony célra ajánlotta fel az Artisjus 160 ezer forintos támogatását, mert nem szorul rá. De van, akinek ez volt az egyetlen bevétele 3 hónapja. Így reagáltak a művészek arra, hogy Majoros Péter, vagyis Majka gusztustalannak és szánalmasnak nevezte a támogatási rendszert. Az Artisjus Szociális Bizottságának egyik tagja azt mondta az ATV híradónak, csúszhatott olyan a rendszerbe, akinek vitatható a jogosultsága. A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta nincsenek színházi előadások, koncertek, nemrég pedig az is kiderült, hogy a nagy nyári fesztiválok is elmaradnak az idén. Az előadó művészek így jelentős bevételektől esnek el. Az elmúlt időszakban viszont több jogdíjkezelő is rendkívüli szociális támogatásokat hirdetett meg. Az előadó művészi jogvédő iroda és egyesület és az Artisjus pedig nyilvánosságra is hozta az általuk támogatottak névsorát. Az Index írta meg elsőként, hogy Majka az igénylők egy részét erős kritikával illette privát oldalán. A nem publikus posztban egyebek között azt írta, hogy az ő zenekarából is jelentkezett egy ember, de a pénzt aztán jótékony célra ajánlotta fel. A portál megkeresésére pedig azt mondta telefonon, gusztustalannak és szánalmasnak tartja az egészet. Majka szavaira többen reagáltak. Az Artisjus által támogatottak egységesen bruttó 160 ezer forintot kapnak. Például Kálai Sanders András, aki Facebook oldalán azt írta, neki csak a zenéből van pénzem, és hogy 3 hónapja ez az első bevételi forrása. Péli Barna is a Facebookon reagált, a zenész jótékony célra ajánlja fel a kapott összeget. Híradónak az Artisjus Szociális Bizottságának tagja elmondta, ők azt nézték, hány koncerttől esett el az illető, van-e más munkahelye, hány ember tart el, szociálisan rászorult-e és hogy mennyire aktív szerző. Csúszhatott a rendszerbe természetesen egy-két olyan név, akinek mondjuk vitatható a jogosultsága morálisan, tehát hogy így etikailag, De a pályázat elbírálásából meg semmiképpen, mert hogyha megfelelt a feltételeknek, akkor a bizottság megítélte neki azt a támogatást, amit mindenki másnak is. Az előadó művészi jogvédő iroda és egyesülettől 391-en kaptak támogatást. Az összegek 38 ezertől 128 ezerig terjednek. Az egyesületnél a legfontosabb szempont az volt, hogy a művész hány ember tart el. Teljesen objektív volt a megállapítás, amikor a kérelmek beérkeztek, akkor ezekre a kérdésekre adtak választ a kollégák. Akik benyújtottak kérelmet, azok közül mindenki megkaphatta? Nem, mert elég szigorú feltételrendszer mentén lehetett csak hozzájutni. Ezek mind nyilatkozatokon alapultak, nekünk nincs arra se lehetőségünk, se apparátusunk, hogy egy nyilatkozatot le tudjuk ellenőrizni annak a valóságtartalmát. Az egyesület elnöke híradónak azt is elmondta, volt, amikor visszakérdeztek, de a támogatott ezek után is megerősítette korábbi nyilatkozatát.